közösségi összefogással vásároltak több mint 32 ezer euró értékben új taneszközöket a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Liceum számára. A pályázat megírásában és az önrész megteremtésében alapítványok, civilek és szülők segítkeztek. Ünnepélyes pillanatok a Marosvásárhelyi Bójai Farkas Elméleti Liceum tanári szobájában. Tanárok és támogatók, köztük egykori diákok találkoztak, hogy hivatalosan is átadják, illetve átvegyék a taneszközöket. Kali István egy a Bójai Diák Szövetség elnökeként tevékenykedett, most pályázatíróként segítette volt iskoláját mi írtuk meg a pályázatot, mi egyeztettük le az iskolával, egyeztetve azokkal a cégekkel az eszközöket, amiket megvásároltunk. Itt ugye öt darab fénymásológépről beszélünk, nagy kapacitású fénymásolóról, öt darab intelligens tábláról, illetve a hátam mögött látható informatikai labor teljes felszereléséről. Nem csak a tanárok munkáját könnyítik meg az új eszközök, a diákok számára is előnyt jelent a gyors információ elérés, illetve a modern szemléltető eszközök. Ezek a az új technológiai eszközök a diáság javára válnak, és egy olyan módot adnak nekünk a tanulásra, amelyen keresztül élvezetesebbé és mondhatni effektívebbé is teszi az egészet. Nem példa nélküli ez a közösségi összefogás. 2017 nyarán a Bójai Kollégium Alapítvány szervezett közmunkát és közadakozást az iskola sportpályájának és öltözőinek felújításáért. A Bójai Farkas Elméleti Liceum Erdély legnagyobb magyar nyelvű iskolája. Közel 1500 diák és több mint 100 pedagógus tevékenykedik benne.